De a Szandival most mi a baj? Nem. Hát tudod, de sok ország. Fotó. A tulajdonos nem tud idejönni, mert ágyban fejszél. Igen, azért mondom, hogy inkább ön jöjjön be a tulajdonoshoz, mint a... Szép napot kívánok! Magyar rendőr az embereket védi. Jó, de... A kaverot. Az marad. Hát nem érzed. Nem a csalókat. Neked nincs lelked! Hát előbb beszélek neki. Anyádat ledobnád? Anyádat ledobnád? Nem, hát én rendőrségi intézkedésnek nem állok el. A végrehajtó az nem kötelezhetett engem, hogy én bárhova elmenjek. És nem is fog. Az ilyen majmokat azokat... Igen, csak a feleségem kötelezhet bárhova. Úgy látom. Ilyen majmokat. Neked van édesanyád? Majd mamád van? Hazárulókat. A fiam lehetnél. Mit keresel itt? Menjél haza anyukádhoz. Nem megyek sehova, nem megyek, itt állok. És majd amikor a egyenruhás rendőrök azt mondják, hogy valamit kell tennem, vagy nem kell tennem, akkor... Hány gyulai? Topos. Egyébként mindegy, hogy magyar vagy nem magyar. Hát de magyar, az ilyen magyar? Magyar az nem ilyen. Magyar az édesanyját nem rakja ki. Ha szeretné. Ki akarjuk rakni a német, hogy ki van most, hogy volt? Igen, Pokalászló vagyok, itt vagyok. Hogy tovább itt van a kérdésre.
ki? Én itt vagyok. Keresik a meghatalmazásnak. A jogtalan gyilkoltatások miért jó? Tudom, hogy csúnyán néz rám, látom, érzem, de nem értem a miért, mert akkor gondolom, hogy logikus, hogy ebben belevittem Magyarországon. Ez az, igen.
Gyertek, védjétek a szomszédotokat! Gyertek, magyarok! A következő ti lesztek, ha nem álltok ki. Gyertek, álljatok ki, lehet, hogy te vagy a következő! Én vesztem! Sajtómédia, egy kérés van, a rendőröknek a jelvényét, meg a rendőrurakat nem lehet fotózni. Na mert? Szerintem erre nem számítok. Hát az, hogy ide jöttünk, gyerekek 30, 30 napon megállapodunk. Így van, hogy két állapodunk. A fejjel is rendben motivoztam. Hát azért mondtam, hogy rajzoljátok a világot. Azt mutassa meg a 2013-as. Hol a 13-as? De igen, mert itt van. 2013, itt a felek miért nincsenek a kiürítése? A bennakókat. Ezt személyesen rakták be az ajtóba. Ezt személyesen tűzték be az ajtóba szombaton, hogy mai nap kirakoltatás lesz. Nem, erről adjon egy jelismert, mint a felek polvetéket. Akkor sajnáljuk a mai napot lefújtó részünkről, jogi úton majd a bíróságon találkozunk. És önnek, aki föl fogjuk jelenteni elsőnek, piszkos munkákban részt vesz, mi végrehajtó. Háromszor átmosták az ingatlan. 91 éves hölgyet akarnak kirakoltatni. Tessék megmutatni a 2013-ast. Ezt kell magának, nem a 2013. Nem, uram, ez szor arról, uram, ez szor arról, hogy hagyják el a lakást. Nem kell javánsz, nem megfelelő időben tájékoztatás. Ezelőtt milyen tájékoztatást? Semmilyen jellegű tájékoztatást. Nem kaptak a 2013-ban, semmi tájékoztatást. Az viszont csak a végrehajtásról szól. Ez szól a kiürítésről. Nem lettek a felekértesítve, nem? Úgyhogy el lehet vonulni. Hát ideges vagy. Nagyon ideges az Emma. Nézzel neki legyen kedves. Az a végrehajtási lapot megküldik,
és az a tény, hogy a kiürítésről a feleket tájékoztatják, az nem úgy. Erről nem kaptak értesítést. Maga végrehajtás készült 2012-ben. Így van, hát a végrehajtás teljesen más történet. Így van. Az a... Valószínűleg értesítették, de erről a kiürítésről nem. De itt még van egy nagyon fontos dolog, elnézést, itt még egy fontos dolog van. Jó. Az úgysem a rendőr úrra tartozik, nem ez a nem, de a jogi kérdés. A végrehajtóra persze, hát az... Az adós és a bennlakó készítés. Önnek végrehajtó, mi az a cél, hogy kilakultasson? Miért nem a közös megegyezés? Milyen módszer ez? Az utolsó pillanatban szereztünk tudomást a kilakoltatásról, de gyakorlatilag vasárnap kell. Ez beszélték az ajtóba. Az ügyfelek, és mi rögtön reagáltunk is, tehát postai úton. Ez a kiürítésről szól, amiről nem lettek a felek kiértesítve, és meg akarja magyarázni, 2012-ben elindították magát a végrehajtást. Erről a kiürítési záradékról. Hát nézd meg, a címzet nem is a tulaj. Tehát gyakorlatilag a tulajt nem is akarták értesíteni nem, erről a mai napról. És nézd meg, 9. második. Ez kihagytak 2012-ben. A tulajdonos felejtették csak értesíteni meg a bellakókat, hogy ki fogják őket tenni. Egy évet tévedett végrehajtó, nem zavarja? Miért nem jött 2012-ben, 2013-ban? Mert akkor még nem volt jogalapja, mert beszélte, hogy elmisztásom. Most oda csinálják ezt, hogy mondom. Nem, jó, nem kell Amikor majd becsúszik a broki hátulról lókus pár hónap múlva. Egy kis csendet kérek! Otthon védelemben a szürkék. Megbeszéltük. 30 nap, jó. És ez idő alatt lehet lehetőség, egy olyan lehetőség, hogy állapodjanak meg mindaddig, amíg a peres út folyik bérlőként maradjanak az ingatlanban? Tehát az a jogos. Rendben. Köszönjük szépen! Csodálatos közös győzelem a rendőrséggel! Egy kis figyelmet hívek! Jöjjtek a magyar rendőrök! Jöjjtek ide! Gyertek ide! A kilakoltatás megint ismét elmarad! Ellenállás, ellenállás, nincs megállás, nincs megállás, ellenállás, ellenállás. Az angyán nap 24-re ugyanúgy meg lett valósítva a csendháborítás. Jó, meg kell. Igen. Értük azt, hogy kaptunk 30 napot, és ez idő alatt szintén, mint a másik ingatlannál, lehetőség nyílik arra, hogy bérlőként lakjanak, amíg a perek folynak. Oké? Béla, látod, csak összejön 30-40, nem... Nem tud menni, de rakom föl, hogy elmaradt. Gyerekek, óriási! Hát akkor meg kell tűrtetni, gyerekek, ezek után, nem? Várjuk ezzel! Csak az lenne jó, hogyha az elsődlegesen beadó kérelmem a mai demonstrációt illetően, most kell mennem a bíróságra, a munkahogyi bíróságra, és ha engedélyeznék, mert akkor ez a demonstráció, ez emlékezetes lesz ez a mai nap. Hogyha engedik azt az élő láncot. Nem vagyok elég még. Mert van engedélyünk, csak egy másfajta, mert újra beadtuk, viszont a bíróságra is kell mennem az elsőért, hogy azzal mi van. Úgyhogy remélem a bíróság meggondolta magát, és mégis engedélyezte, mert akkor ebből a mai napból az fog kikerekedni, hogy a Bahalúza téren, az Oktogonon és a Nyugati téren ott a kereszteződéseket élőlánccal elfoglaljuk. Azért. Hajrá!
Megyünk tüntetni? Jöttök tüntetni? Halljam! Tüntetés lesz. Hova megyünk? Lazi. Hát most szerintem még a cínegébe. Megyünk a cínegébe, a házhoz, onnantól pedig megyünk tüntetni. És itt a körúton fogunk. Nem adom a házam és a kopány. Nem, még várjunk, nem megyünk sehová, maradjunk. Na várjunk. Még így gyorsan megakadályoztak egy kilapoltatás, az otthonvédő. Csak kikapcsolódott. Csak így kikapcsolódott. Igen, mi másik ilyen rutinból. Erre járunk, ki jött egy kilakoltatás, akadályozzuk meg! Várjátok, végig megyünk még? Nem, 12. 12-ről. Csak akkor onnan jövünk a nyugati tér felé. Igazából bankoknál fogunk megállni, beszédetek lesznek. Én nem nagyon tudom, mert is itt nem voltam két napig, úgyhogy a dolgokról is sokat nem tudok. A Béla intézi, mindjárt szólunk neki, és akkor pontosan tud erről beszélni. Jó, mert még függ egy kicsit attól, hogy most a bíróság az első beadványt azt jóvá hagyja, mert ha igen, akkor a terélő láncos kereszteződés lezárás is lesz. Jó, ez, de délben Blahán nekem is meglepi lesz a mai nap egy kicsit. Bocsánat, beengedett, vagy Emma? Igen, csak egy nevet szeretném kenni, hogyha... Már a sajátod? Igen, igen. Emma, te remélem, hogy én kettem a fél vagyok. Megállom, hogy ő megsérülnek. Csak Csodálatos. Gyakorlatilag a kötelezettek, a bennlakók, az adósok, mindegy, hogy nevezzük, ők egy csalás áldozatai lettek.
azt mondom, hogy ismeretlen elkövetők pénzt csaltak ki tőlük, az eljárás folyamatban volt az ügyészség részéről, megtalálták a gyanúsítottakat, majd az eljárást megszüntették. Mi bot magánvádat értünk az ügyben, erről még a bíróság semmilyen döntés, semmilyen értesítést nem adott, nem hozott. Ami fontos ebben az ügyben, hogy ahogy kicsalták a Kuybertéktől a pénzt, ők ugye hitelt vettek föl, banki hitelt vettek föl. Ugye ők ezt a pénzt nem, tehát 20 millió forintot vettek föl. Ennek egy részét készpénzbe mindenféle papír nélkül adták át, egy részét meg banki átutalás útján, tehát igazolható módon. Ennek ellenére ugye az ügyészség elutasította a vádat, nem emelt vádat, ugye elutasította a panaszt is a sértettek részéről. Mi volt ebben a jogszerűtlen? A jogszerűtlen az az volt, hogy aki a pénzt kölcsönkérte a Hubertéktől, ő ígérte, hogy ezt visszafizeti, szőnyegüzletet ígért, olasz üzletet ígért, egy olasz állampolgárságú férfiről van. Szóval ő gyakorlatilag ezzel a pénzzel eltűnt. A banktól vettek föl hitelt az adósok. Magát még a bankhitelt nem állt módonban megismerni, tekintettel arra, hogy egy napja ismerem a végrehajtásnak a részleteit. Egy évig tudták fizetni a hitelt, majd ezt követően nem tudták fizetni. Elvezésre került az ingatlan, végrehajtás alá került az ingatlan. Ennek a részleteit sem ismerjük még pontosan, tekintettel arra, hogy ugye az iratokat ehhez át kell nézni. Amit biztosan tudunk, hogy a jegyzőkönyv is tartalmazza, amelyet most kaptunk, hogy a, nem tudom pontosan mi a neve, ugye vannak az okiratok, a Magyar Ingatlan ZRT a végrehajtást kérő, azonban az ingatlan tulajdonosa nem ez a társaság, hanem két magánszemély lett az ingatlan tulajdonosa. Tehát ez egy érdekes helyzet, hogy most a végrehajtás egy ZRT, mint végrehajtást kérő indítványára folyik, miközben a bejegyzett tulajdonosok, a földhivatali nyilvántartás és a rendelkezésünkre álló tegnapi napon lekért tulajdonilag tanúsága szerint két magánszemély. Tehát ez számunkra teljességgel érthetetlen, tehát itt alapvetően a végrehajtásnak a jogosságát is kifogásoljuk. Tehát ami stimmel, az gyakorlatilag már csak az ingatlan címe, a többi adat az nem egyezik. Mekkora összeget lovasított meg ez a olasz befektető? Olyan 20 millió forint körüli összegről van szó. Majdnem a teljes összeget. A pótmagánvád rendelkezésünkre áll, hogy a pótmagánvádat azt benyújtottuk, az részletesen tartalmazza, hogy milyen csellel, módszerrel csalta ki ettől a szerencsétlen és tényleg nagyon naív családtól a pénzt. És a legmegdöbbentőbb az számomra egyébként ebbe a büntetőügybe az volt, hogy az ügyészség, és ez dokumentálva van, ugye megszüntette az eljárást. Miért szüntette meg az eljárást? Azért, mert a gyanúsítottat meghallgatták, és a gyanúsított azt állította, hogy neki tartozott a sértett pénzzel, és kérdezte az ügyész, hogy hát mennyivel tartozott, hogy 20 millió forinttal. És hát honnan volt magának 20 millió forintja, hogy ezt a sértettnek kölcsön adta. És azt mondta, hogy kaszinó nyerte. És ezt az ügyészség mindent további elfogadta. A 91 éves néni, illetve az unokája. Ugye ők a sértettek, tehát ők adták kölcsönökre a pénzt, és ez az olasz állampolgárságú férfi pedig azt mondta, hogy neki tartoztak, de hát neki onnan volt ennyi pénz, hogy ő kölcsön adott ugye a 91 éves nénének és a fiának, ugye erre azt válaszolta a gyanúsított, hogy ő kaszinón nyerte, ügyészség minden további nélkül elfogadta, a nyomozást megszüntette. Most miben sikerült a végrehajtóval megállapodni? Abban sikerült megállapodni, hogy 30 nap haladékot kapnak a bennlakók, illetve az adósok, akik nem kaptak értesítést a kiürítési cselekményről, hogy az ingatlant önként elhagyják és kiürítsék. Mi kezdeményezzük, és a végrehajtást kérőnek a képviselőjével már próbáltam egyezkedni, hogy amíg ezek az eljárások folynak, mert mindemellett polgári eljárást is indítottunk a feltárt személyazonosságú, olasz állampolgárságú férfi ellen fizetés meghagyásos eljárást indítottunk ellene. Ennek is várjuk még az eredményét, hogy egy bérleti jogviszony keretében a végrehajtást kérő és a kötelezett megállapodának egymással, hogy addig bérleti díj fejébe itt tartózkodhatok az ingatlanba, amíg egyrészt a lakhatásukról nem tudnak megfelelően gondoskodni, másrészt pedig
ezeknek a bírósági eljárásoknak nem lesz vége. Egy nevet ad kérjük önre. Dr. Kondrács János. Még egyszer. Dr. Kondrács János. Kondrács. Kondrács János, adott kérjük. Azt megköszönöm.